A mai órán a törtekről fogunk tanulni. Mi is az a tört? Amikor egy dolgot vagy egy tárgyat részekre osztunk, nagyon fontos, hogy egyenlő részekre. Akkor tört részeket kapunk. A tört számoknak azokat a számokat nevezzük, amelyekkel ezeket a tört részeket jelöljük. Például, ha valamit két egyenlő részre osztunk, akkor azt más szóval úgy mondom, hogy megfeleztük, vagy két félre osztottuk szét. Ez a két kis süni talált egy almát, igazságosan fognak osztozkodni, ezért félbevágják az almájukat, és egy-ketted részt viszi el az egyik süni, a másik egy-ketted részt viszi el a másik süni. Tehát, hogyha valamit két részre osztottunk, akkor kettedeket, felet kaptunk. Tehát egy-ketted rész, egy-ketted rész. Matematikailag ezt úgy fogom írni, hogy egy-ketted. Fentre írom az egyest, alulra a kettest, de ezt úgy is mondhatom, hogy ez egy fél. Nézzük valaminek a harmadát. Ha valamit három egyenlő részre fogok osztani, akkor harmadokat kapunk. Tehát van egy tortám. Hárman osztozkodunk rajta, ezért három egyforma szeletre fogom vágni, és mindenki megeheti az egyharmad részét a tortának. Jelölése egy harmad, tehát felül van az egy, alul a három. Tehát alulra, látod, azt került, ahány szeletre vágtuk, három szeletre vágtuk, felülre pedig az került, hogy mennyit kapunk, mennyit vehetek ki belőle. Hogyha a tört részekből nem egyet veszünk, hanem például kettőt, akkor nem azt mondjuk, hogy egyharmad, hanem azt, hogy kétharmad. Tehát maradunk az előbbi tortánál, harmadoltuk a tortát, ugye három egyenlő részre vágtuk, abból kivesszük a kék szeleteket, akkor kivettük a kétharmad részét. A zöld az egy, tehát az az egyharmad része maradt a tányéron. Hogy a törtekkel számolni is tudjunk, ezért elnevezzük a törtnek a részeit, hogy könnyebb legyen. A felső szám a számláló nevet kapja, az alsó szám a nevező nevet kapja, közöttük lévő vonalat pedig tört vonalnak nevezzük, ami osztást fejez ki. Akkor mondjuk el, hogy mit csinál a nevező. A nevező azt mutatja meg, hogy hány egyenlő részre osztom az egészet. A számláló pedig megmutatja, hány darabot veszek ki az egyenlőre szétvágott részekből. Nézzük a tortánkat. Ugye az volt írva, hogy kétharmad. A nevező mit mond? Három fele vágjuk a tortánkat, tehát három szelet keletkezett. A számláló pedig azt mondja, hogy vegyünk ki belőle kettő darabot. Tehát két harmad részét ki tudtuk venni. Határozzuk meg az alábbi téglalap 1 nyolcadát, 4 nyolcadát, 5 nyolcadát. Ugye alul van a nevező, az a 8. A nevező azt mutatja meg, hogy hány egyenlő részre kell felszeletelnem, mondjuk legyen ez egy torta akkor. Azt mondja a nevezőnk, hogy 8 szeletet állítsunk elő. Tehát először félbevágom, akkor lett ugye egy-ketted, egy-ketted, megint félbevágom, akkor most már négy részre osztottam, egy rész az ugye egynegyed, és még tovább felezgetem az oldalakat, akkor most pontosan 8 egyenlő részre osztottam ezt a kis tortámat. Az első törtem azt mondja, hogy a 8-adra vágott tortából, a 8 részre vágott tortából egy szeletet ehetek meg, most ezt kiszíneztem zöldre, hogy lássuk. A második törtem azt mondja, hogy ismételten nyolcadoljuk a tortát, és abból négy szeletet ehetek meg, tehát négy nyolcad részét. Az utolsó tört ugye megint azt mutatja, hogy nyolc szeletes a tortám, tehát nyolc egyenlő részre kellett vágnom, és abból öt szeletet vehetek ki. Tehát akkor az öt részt fogom kiszínezni. Tehát még egyszer. A nevező az alsó szám, azt mutatja meg, hogy hány egyenlő részre vágom az egészet. Jelen pillanatban itt az egész volt egy tortám, 8 szeletre vágtam.
A számlálók pedig azt fogják megmutatni, hogy a szétvágott, az egyelőre szétvágott részekből mennyi darabot vehetek ki. Ugye az elsőnél egyet vehettem ki, a második törtnél négyet, amit látjuk, hogy egyben a felét ehettem meg a tortának, a második tortánál, ha megnézzük. A harmadik tortánál pedig öt részt kellett kiszíneznem, kivennem. Ugye milyen egyszerű, nem is nehéz a tört. Jó tanulást! Szia!